Pakson az eltoltottság 50% fölötti. Nem lehet elégszer megköszönni, én azt gondolom, az egészségügyben dolgozóknak az elmúlt egy évben, bő egy évben tanúsított hozzáállását, munkáját, elkötelezettségét, úgyhogy ezt ezúton is szeretném megköszönni. A járványhelyzet alakulásának és az oltási feladatok csökkenésének köszönhetően már nincs szükség arra, hogy a rendelőintézet folytassa oltási tevékenységét. A további oltásokat házi orvosoknál, kórházi oltópontokon kaphatják meg a jelentkezők. Ez lehetővé teszi a gyógyászati központban ellátások újraindítását. Az egynapos sebészeti tevékenységgel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy nálunk ugye olyan betegeket operálunk, akiket a saját szakrendelésünkről utalnak be, és a saját szerződéses vagy állandó állományunkban lévő orvosok operálnak, tehát a saját rendeléseink ütemezett előjegyzésével, a jelenlegi eljárásrend betartásával tudjuk elindítani az egynapos sebészetet. Az egynapos sebészeti ellátáshoz vagy védettségi igazolvánnyal, vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel kell rendelkezni. A gyógyfürdő előkészítését is megkezdik az újbóli üzemre, megtörténtek a karbantartások, majd következnek a fertőtlenítési eljárások. A fürdőgyógyászati ellátások újraindításának várható ideje július 5-e. A főigazgató beszámolt a gyógyászati központ honlapjának megújulásáról és arról, hogy mivel az előjegyzés rendszere jól bevált, a beutaló köteles és a nem beutaló köteles ellátásokra egyaránt időpontkérést követően lehet bejutni a továbbiakban is.